Közönség. Kérjük, foglalják el helyeiket, előadásunk hamarosan kezdődik. Igyekezzetek, gyerekek, megígértem a színházigazgatónak, hogy a színház látogatást lezavarjuk, mielőtt kezdődik az előadás, és eltűnünk a színpadról. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk! Na! Hülye vagy, Sipőc? Nem akarom eljátszani a Boleinonna lefejezését. Akkor legyél te a zsandarként, meg meggyújtalak, jó? Osztályfőnök úr, a Sipőc ki akar végezni. Sipőc, nem szabad, fiam. Sajnos. Így ránézésre sokkal többen vagytok, mint ahányat látni szeretnék. Viszont egyel kevesebben, mint ahányan bejöttünk a színházba. Hol van a földvári? A forgóhajtónál még megvolt. Sipőc, keresd meg! De megtaláltam. Bocsánatot kérek, osztályfőnök úr, de beragadtam a forgóhajtóba. Mint mindig, földvári. Már megint mit csináltál? Forogtam. Na kérem szépen, így néz ki egy színház belülről. Sipőc, sorolt fel a színház részeit. Fejtorpotro! Sipőc, te csak egyetlen módon lehetsz a társadalom hasznos tagja. Ha felajánlod a szerveidet. Földvári, mondd el neki a színház részeit. Sipőc, a színház részei 2 pont. A lámpa, a színpad és a forgóajtó. Nagyszerű, úgy van, jó van. Mondjuk 4-es. Voltál már színházban, földvári? Igen, egyszer. És ha ezt a színházlátogatást nem számoljuk bele? Akkor még nem. Gondoltam. Na, vegyétek elő a jegyzetfüzetet, mert csak egyszer mondom el. Tehát, a színház részei. A függöny eleje. Hátulja. Éle. Az éle az egy szó. Ez már mindjárt mindegy lesz neked, fiam. Aztán van ugye a színpad, annak van egy alja, egy teteje, hátulja, és érdekes módon 2 oldala van. Ezt én sem értem. Aztán elől van a nézőtér, ott ülnek a nézők általában. Jó estét kívánok! Takalan! Maguk itt ülnek. Elnézést, megyünk ám innen, nem akarunk zavarni, csak a gyerekeknek megmutatom a színházat, hogy hogy néz ki belülről. Árulják már el nekem, hogy milyen előadásra várnak, kik lépnek fel, hogy el tudjam mondani a gyerekeknek, jó? Na, mondják. Igen, tessék? Mondják nyugodtan. Ja, nem ordibálunk, hanem feltesszük a kezünket. Na, tessék, készfeltartással, igen. Na, hadd lássam. Igen. Felszoktunk állni. Álljon fel, igen. Üljön le, 1-es. Van valaki esetleg, aki készfeltartással, felállással el tudja mondani, hogy kik lépnek itt fel ma? Van egyet talán. Tessék. A titeket lép föl. Kifogott rajtam. Mi nem szoktuk helyből tegezni egymást, tehát, hogy mi is kedveskedjünk valami. Mi tudjuk, mit fogsz mondani, nem van. Hussz, tehát. Ez a rész lehet, hogy nem lesz benne. Akkor most gyorsan csináljuk. Gyorsan csináljuk. Nem lesz benne! Nem lesz benne!
De lehet, hogy benne lesz. Na szóval, hogy mi is kedveskedjünk valamilyen szellemi ajándékkal. Földvári, mondd el létszeres azt a verset, amit akkor szoktál elmondani, amikor mondják neked, hogy mondd el azt a verset. Ez már 20 éve is kurva fárasztó volt. A vers címe... Ennyi kis takonyfót! Írta Lár András verse. Ennyi kis takonypóc, hogy kerültél ide? A végtelen időn át, éppen a jelenbe. És a mérhetetlen térkristály egén, hogy láttad-e pontot, hol téged várlak én? Tál az Andromédák szülték meg lényedet, vagy atyád az orrom? Erre nincs felelet. A lényeg, hogy itt vagy, és ez nem nagy öröm, kis ragacsos testedet a székembe törülöm. Sipőc, elemezd a verset. Az a vers. Eddig jó. A vers a hossza alapján rövid volt. Hát ennyit röviden a vers hosszáról. Hát, hogyha a vers még egy picit tovább tartott volna, akkor idővel átkerült volna a közepesen hosszú versek kategóriájába a vers. De a költő lusta volt, ezért a vers az rövid, mert a költő nem írt hozzá eleget ahhoz, hogy elég hosszú legyen a vers. Nem kell ennyire beleélned magad. Ez csak az elemzés. Ez nem maga a vers. Valaki segítsen ennek a nyomorultnak. Haza szeretett. Hornyák, te sugjál. Nem sugod, csak azt mondta, hogy haza szeretne menni. Én is. Tehát, mit akart mondani a költő ebben a versében? Hát a költő ebben a versében azt akarta mondani, hogy nagyon, nagyon szereti a hazáját, annak ellenére, hogy az oktatásban még nincs megoldva a takony elhelyezése. Akarsz menni a négyesért, fiam? Ó, már csak 3 jegyet kell javítani. Hornyák, melyikőtök tudja azt, hogy én ifjú koromban színész akartam lenni? Jaj, én tudom. Mindjárt gondoltam. Miután az osztályfőnök úr elvégezte az egyetemet fizika-technika szakon, amiből a fizika nem sikerült, az osztályfőnök úr elhatározta, hogy színész lesz. Ebből a színész nem sikerült. Az osztályfőnök úr színészettel kapcsolatos tervei akkor estek végképp kútba, amikor a színművészeti egyetemi felvételén kiderült, hogy az osztályfőnök úr a szövegekből egy rohadt sort se tud megjegyezni. Ráadásul ez is meghaladja a képességeit, hogy észrevegye, ha ő jön. Emiatt gyakran hosszú kínos csend telepszik a színpadra. Ha, ha, ha.
mászik a színpadra. Dra! Élök? Igen. És mit mondok, Földvári? Forgóajtó! Menjünk gyorsan le a színpadról, mert következnek a titeket. Viszontlátásra! Csakalász! Csakalász! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki nem kapcsolja ki a mobiltelefonját, vagy előadásunkról kép, illetve hangfelvételt készít, vagy Mátyás király gömörbe, beleszart a vödörbe, vagy aki háromra megszólal, az eszi meg a vödörszart.